Jó estét kívánok, Szamosi Zsófia, a Buta Café mai vendége. Szerintem rengetegen látták a Mindenki című kisfilmet, ami mellesleg Oscar-díjat is nyert, de láthatták Zsófiát ugye a Víg Színházba, volt ott vagy 4 évig, és aztán utána pedig Pintér Béla és társulatánál több filmben is szerepelt, köztük ugye Át a Terápia című tévésorozatban is. Természetesen hívhatják őt, ahogy megszokták, kollégák már is mutatják, itt van 44513 49, és Skype-on tv.fixhd, és ha mondanak egy szerepét, vagy bármilyen emléket Szamosi Zsófiával kapcsolatban, akkor, ahogy már megszokták, a Margit-szigetre és a Városmajorba vannak jegyeink, például magára a Bézsár Balettre, a Margit-szigetre, akit a Varázsfuvolát adják elő, sőt, megszavazhatunk még így előleg, mert mit tudom én, egy Rigoletto operát is, és aztán van itt mindenféle a Városmajorban, ugye a Love, Miser Mirtil, Tompos Krátya és Rutka Robert koncertje, Holdkötők társasága, és Vásári Tamás a maga Kodály Ifjúsági Világzenekarával ugye minden évben ad itt koncertet, és Coincidence Táncszínház is bemutatkozik. Hát akkor ennyi, telefonáljanak, vagy skypoljanak, és akkor Szamosi Zsófia. Hát ugye, Zsófi, te belekerültél a színházba szinte magadtól, mert ugye édesen egy dramaturg volt ott a Józsefvárosban, és ahogy olvasom, ti oda a tesóddal, Szantner Annával elég sokat jártatok, nem? Magától érted, hány éves kortól? Nem tudom, szerintem 0 éves kortól. 0 éves kortól? Tehát, hogy betotyogtatok már így? Biztos, hogy betotyogtunk, szóval ez ilyen színészbüfé, színészöltözők, azok ilyen ismerős terep voltak nekünk picikorunktól kezdve. Abszolút, nagyon sok darabot megnéztünk, rengetegszer, gyerekdarabok mentek, ott sok gyerekdarab, rengetegszer láttuk. És, miket például? Hát, például volt egy olyan, hogy a Csodálatos nyúlcipő. Aha, figyelj, arra én is emlékszem. Azt én is láttam. Ennek a címére emlékszem, de aztán később meg ilyen operettek, amik így már ilyen nagyobb gyereknek befogadhatóak, hogy az én és a kisöcsém, azt is nagyon sokszor láttuk. És aztán nem tudom, 9-10 évesen már láttam úgymond felnőtt darabot is, tehát szerintem egy kicsit korábban, mint egyébként. És ezt szerettétek, vagy nyűg volt, vagy ilyen rohangálósak voltatok ott a színpad alatt is, akár öltözőről öltözőre? Szerintem szerettük, de azért nem annyira tisztán emlékszem. Inkább az előadásokra emlékszem, mint arra, hogy ott mit csináltunk. Uh-huh. És szerintem inkább egy picit úgy zavarban voltunk. Igen? Hát nem annyira nagyon-nagyon ez a felszabadult rohangászós. Aha. Igen. De közben legalább, ugye hát én jól ismertem édesanyádat, hiszen később aztán ő újságíró is lett, és szerintem ezen a vonalon ismerkedtünk mi össze. Ő egy olyan nagyon felszabadult embernek tűnt. Nem tudom, hogy tényleg az volt-e így ahogy ti éreztétek. Hát felszabadult volt, és nagyon energikus, és nagyon erős akaratú. Igen, de szerintem ilyenkor, amikor valaki nagyon felszabadult, és nagyon erős akaratú, akkor a gyerekek nem mindig ugyanolyanok, hanem hogy egy picit, szóval azt mondom, hogy tehát valakinek az energiája az még egy kicsit így el tudja nyomni a másik kisebbét, vagy a gyerekét. Aha, hát hogy azt éreztétek, hogy akkor kicsit ti úgy levagytok? De ez nem az volt, hogy ő lenyomott minket, hanem csak ha valaki nagyon kirobbanó, akkor mellette a másik automatikusan egy kicsit visszahúzódóbb, vagy hogy mondjam. Ez sokszor így van szerintem, hogy ilyen szerepek vannak, vagy leosztások viszonyokban. Na, és akkor tök természetes volt, hogy színésznek, vagy nem? Hát az, hogy valami színház körül szeretnék csinálni, az biztos volt. De hogy a színészet... De már egész kölyökkorodban? Tehát olyan volt, mint Oszvard Marik, hogy megkérdezték tőle 3 évesen, mi akar, nem Csádás királynő. Tehát, hogy ennyire? Vagy... Nem, mert én nem bíztam magamban, nem hittem abban, hogy ez lehet. Tehát ez nem volt ennyire kézenfekvő. De gimnazista koromban már
már úgy biztos voltam benne, de abban, hogy ezt meg is valósítom-e, abban nem. Mert? Mert, nem tudom, abban az időben is az volt, hogy nagyon-nagyon nehéz bekerülni a színművészetire, 101, és lehet, hogy azért, mert az anyukámnak voltak színészi ambíciói fiatal korábban, amik aztán nem teljesültek be. Tehát lehet, hogy az is egy olyan példa volt, hogy ez nem mindenkinek lehetséges, vagy ez nem mindenkinek jár, vagy aki akarja. Uh-huh. Talán inkább ez. És hát aztán tudom, hogy nem is sikerült ez neked rögtön, nem. Mert ugye te voltál új színház stúdiós, nem tudom, azt nem tudom, hogy te háromszor futottál neked? Harmadszorra vettek föl, és amikor először jelentkeztem, akkor az első fordulónál kiestem. És azért az első rostán kiesni az, hát hogy mondjam, nem a bátorítás felső foka. Szóval akkor azért az ember elgondolkodik, hogy érdemes-e egyáltalán még egyszer megpróbálni. És szerinted miért estél ki? Szerintem teljesen éretlen voltam arra a helyzetre. Arra, hogy önazonos legyek, hogy bátor legyek. És arról is szó van, hogy azért az első fordulón mindig 2-3 ember ül csak ott benn. És azoknak az ízlését kell valahogy, abba kell beletalálni. És hogyha én pont nem az ő esetük vagyok, akkor mehetek a levesbe. És mit mondtál? Vagy mit csináltál? Nem emlékszem, tényleg? Nem. Mm-hmm. És akkor ez nagyon megviselt ezek szerint. Hát egy nagy kudarc, egy 18 éves embert biztos, hogy megvisel. De hát annyira nem, hogy feladjam a dolgot. Tehát... És ekkor mentél az új színház stúdióba? Igen. És ez jó volt? Hát az szuper volt, akkor a Székely Gábor volt az igazgató, és egy csodálatos társulat volt ott. És mi statiszteltünk az előadásokban egyfelől, másfelől voltak óráink, és elég komoly színésztanáraink voltak. Tehát. És nagyon sok olyan ember járt oda, akiből később színész lett. Tehát nagyon, nagyon nagy arányban vettek onnan fel embereket. Aha. Na és akkor még egyszer, akkor már eljutottam mondjuk a másodikig. Másodszorra már a második rostán estem ki. Na, hát a haladás. Igen, az haladás volt, de a harmadszorra viszont már a harmadikon nem estem ki, hanem felvettek, tehát ott begyorsítottam. Uh-huh. És állítólag te szerettél oda járni meglehetősen. Szerettem. Nagyon jó osztály voltunk. És Marton László osztálya. Marton László osztálya voltunk. És nagyon pici osztály voltunk, 11-en indultunk, és 7-en diplomáztunk, tehát még volt egy nagyon erős lemorzsolódás is, de nagyon összetartósabbak voltunk, meg nagyon, nagyon sokat tanultunk egymástól is. Uh-huh. De én például annyira vágyom rá, hogy egyszer újra játszhassak az osztálytársaimmal. Tényleg? Igen. Hát ugye Máté Gáborék csinálják, hogy minden évben nyaranta egy valakiről csinálnak egy előadást, és akkor... Igen. Hát ez nagyon jó, mert ők rögtön diploma után elkezdték. Igen. Ezt. És az valahogy, tehát ha most kéne elkezdeniük, lehet, hogy már nem tudnák egymást így összeszedni. De attól, hogy ez egy hagyomány lett, attól talán könnyebb egyel. Én gondolom, van telefonunk, és semmi jelzést nem kapok a kollégáktól. Valami gond van a telefonnal? Mert... Nem. Jó. Akkor nyilván ezek, ma itt harapós a hangulat, úgyhogy de előbb-utóbb gondolom kialakulnak a dolgok, úgyhogy nyilván meg lesz ez a telefon, vagy Skype, úgyhogy akkor várom, jó? No, menjünk akkor tovább, bocsánat, hogy ott mondtad te is, hogy ott ilyen örömszínház, tehát hogy itt ilyen örömszínház volt, a főiskolán magán, és akkor ehhez képest egy kicsit a Vígszínház az csalódás lett. Nem is azt mondanám, hogy örömszínház, hanem hogy nagyon egy nyelvet beszéltünk. Igen. Tehát mindenki nagyon akart dolgozni, tudtunk dolgozni, mindenki lelkes volt és fiatal. Az öröm az azért nem a legjobb szó, mert nagyon sok kudarca van ott is az embernek, tehát minden nap ilyen óra, olyan óra, amolyan óra, és ott az embernek még sokkal egy rossz szó is sokkal jobban beüt.
Tehát még védtelenebb az ember. És milyen rossz szavak hordtak? Hát nyilván, hogyha az embert nem éri kritika, akkor nem fejlődik. Tehát az órákon a tanárok nyilván a negatív dolgokat mondják el sokszor, vagy és azokat neked is. Miket, és neked akkor... miket mondtak? Hát ezt én nem tudom felidézni, ez egészen mindig konkrét dolgokkal kapcsolatos, tehát hogy megcsináltunk egy darabból egy jelenetet, és akkor ott, abban a jelenetben ezt és ezt, ezt nem így kéne, hanem úgy kéne, és ezek ilyen kis apró kudarcok, de persze apró sikerélmények is ugyanakkor. A Vígszínházban pedig bekerültem egy hatalmas üzembe, tehát abból a pici közösségből, ahol mindenki érti egymást, szereti egymást, egy hatalmas, színházba, ahol voltak olyan társulati tagok, akiket évek alatt nem is ismertem meg, mert sose találkoztunk. Mm-hmm. És az engem még nem igazán tudott, hogy mondjam, helyzetbe hozni. Hát nem igazán találtak meg se azok a szerepek, se azok a találkozások partnerekkel, rendezőkkel, kollégákkal, amikből igazán így dobbanthat az ember. Mm-hmm. Na, dobbantsuk, mert telefon most meglett. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Parancsoljon! Üdvözlöm a Buta Gábor urat és a Zsófia művésznőt. Igen. Jó estét. Köszönjük. Szeretnénk még megemlíteni a film szerepei közül. Állítsuk meg például Teréz anyát, vagy a tabló. Ez így nem stimmel. A Teréz anyában játszottam egy nagyon pici szerepet. Igen. Aha. Lehet, hogy az interneten valaki... Igen, valaki... De a tablóból ki vagyok vágva, úgyhogy abba forgattam, ugye... Fogadjuk el, jó? Ne bonyolítsuk akkor most a helyzetet. Jó? Két jegy Margit-sziget vagy Városmajor, és várjuk az újabb telefont vagy Skype-ot. Köszönöm. Jó? Én is köszönöm viszont hallásra. Szóval bekerültél a Vígbe, és akkor az nagy volt. Meg ugye... Ott elég sokáig kellett akkoriban, most éppen kicsit más a helyzet, tehát most éppen a fiatalok kapnak nagy teret, igen, és az idősebbek panaszkodnak időnként, hogy na, akkor most nekik nincs, abból a térből, hogy akkor úgy ülni kellett a kispadon sokat, nem? Igen, szóval azért kaptam én feladatokat, csak valószínűleg az alkatomból adódóan is a fiatal naív a szerepeket nem kaphattam. Egyszerűen nem voltam az a típus. És 20 évesen pedig, hogy mondjam, egy 20 éves színészre nem lehet 40 éves szerepeket osztani, mert arra vannak 40 éves színészek. Igen, és néztem, hogy már a főiskolán is játszottál te olyan nem fiataloknak való szerepeket. Igen, mert valahogy nem voltam az a Júlia, vagy nem tudom, az a lányka típus, aki elvárható attól, hogy most egy fiatal, friss diplomás csajszi, és akkor mit lehet ráosztani. Olyan kis helyes, olyan kis szép, olyan kis igen, ide, olyan igen, kis tűzről pattant, és akkor na, ez mind nem voltam, és olyankor nehéz mit kezdeni egy színésszel, mármint egy fiatal színésszel, amikor még nem érett hozzá a szerepekhez, amik hozzá passzolnak. Uh-huh. Úgyhogy azért is voltam én egy picit a kispadon, szerintem. Meg természetesen abban az időben inkább az idősebb színészekre, meg a befutottabb sztárokra keresték a szerepeket, ez is így van valóban. De hát aztán jött egy nagy fordulat a Pintér Béla társulatával. De várjál, még azért a Víget ne felejtsük ennyire el. Tehát a Vígbe végig azt érezted 4 év, ugye? 4 év, mert van, ahogy 4-et olvasok, van, ahogy 6-ot olvasok. Igen, mert 2 évig voltam ott gyakorlaton, ja, mint igen, főiskolás, hát így, tehát, és 4 évig voltam tag, tehát aha, igen, így már 6 év. Így 6 év. Tehát az mind olyan volt, hogy jaj. Nem, voltak olyan munkáim, amiket szerettem. Zsótér Sándorral több bemutató is volt, amiben piciket játszottam, de nagyon emlékezetes jó munkák voltak. Vagy volt olyan darab, amiben nagyon nagy feladatom volt, nagyon nagy szerepem, de például ott emlékszem, hogy görcsöltem rajta, nem voltam felszabadult, és nem tudtam jó kört futni. Szóval változó volt az, hogy mennyire élveztem, meg mennyire tudtam
bármit is csinálni, de nem kell, nem volt nekem ott helyem igazándiból akkor. Igen, tök világos. Újabb telefon, jó estén! Jó estét kívánok, Kratin Eltelka vagyok. Tisztelettel köszöntöm Önöket, örülök, hogy látom Zsófiát, hisz nagyon sok-sok mindenhol, mindenben láttam, és nagy várakozással nézünk az új filmje elé, amit úgy tudom, hogy majd az ősszel vagy a nyár végén, az Egy nap, ami Oscar-díjas film neve. Nem az az Oscar. Az majd lesz Oscar. De Kassán már díjat kapott, úgyhogy... Én előlegezem az Kassán már lett legjobb nő. De Kánban díjat kapott a film. Ja, Kánban is, igen. Marfői Rémét, és a terápiát, nekem a terápia nagyon-nagyon tetszett. Köszönöm. És kívánok még sok-sok sikert, és sok jó filmet nekünk is, amiben láthatjuk majd. Jó egészséget. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Jár a két hely, Margit-sziget városban, és várjuk a következő telefonokat. De azért mindenképpen nagy elhatározás volt, nem? Hogy te a Vígből tulajdonképpen egy alternatív társulatba mész. Igen, ez abban az időben még nagyon rendhagyónak számított. Egy olyan tizenvalahány évvel ezelőtt. Mert ma már azt látom, hogy sokkal nagyobb az átjárás a független társulatok és a kőszínházak között, akár színészek, akár rendezők. Szóval most már valahogy van egy nagyobb nyitás. De abban az időben az tényleg egy ilyen nagy lépés volt, hogy én most egy híres pesti kőszínházból elmegyek egy pici független társulathoz játszani. Ugyanakkor a Pintér Béla társulata már elég sikeres volt, és külföldre járt fesztiválokra, és díjakat nyert, tehát azért még már nem a teljesen ismeretlen, teljesen jelentéktelen, vagy nem tudom, hogy mondjam, még nem bizonyított. De hogy kerültél oda? Mert ismertem őket, mert pici ez a szakma, és az ember úgy nagyjából mindenkit ismer, és jártam az előadásaikra, mindig néztem őket, és nagyon szerettem. És abban az időben, amikor oda kerültem, azelőtt nem sokkal, pont láttam egy vagy két előadást is, és próbáltak egy új darabot, és valaki a próbaidőszak során kiesett, mindegy miért, kellett nekik egy színésznő, egy próbaidőszak kellős közepén, és tulajdonképpen én jutottam eszébe a Bélának, de véletlenül azért, mert abban az időben pont többször is találkoztunk. Tehát tényleg véletlenül. De és akkor fölhívott? Fölhívott, hogy itt van ez a darab, már egy ideje próbálják, és van-e kedvem ebben, meg van-e időm. Ez melyik volt? Ez az Anyám óra volt. Aha, jaj, ez nagyon jó pofa volt, meg kemény is időként. Jó pofa, időként kemény. És pont ráértem, és kiengedtek a Víg Színházból, mert ugye akkor én még tag voltam ott, tehát az nem volt evidens, hogy én elmentek máshova játszani, de elengedtek. És az annyira jól sikerült, hogy abban az évben, hát a poszton fődíjat nyert az előadás. Igen, Pécsi Országos Színházi találkozom. És nagyon jó volt ez a közös munka, és akkor tulajdonképpen abból következett az, hogy nekem itt most több keresnivalóm van, mint a Víg Színházban. És akkor elkezdődött egy 11 vagy 12 évig tartó munkakapcsolat, meg közös dolgozás, gondolkodás. Na, akkor adjunk telefont, és utána jöjjön, mert azt megígértük a filmből egy részlet, jó? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szép estét a művésznőnek is, és a Gábornak is. Kajár Jánosné vagyok. Jó estét! Gyöngyös. Azt szeretném mondani, a művésznőt igazából akkor ismertük meg, mikor ez a Mindenki című filmen, de hát mivel ezt már megemlítették, meg azt is tudom, hogy ez megnyerte a Magyar Filmkritikusok díját, úgyhogy én akkor ismertem meg igazából. De én emlékszem rá, hogy valamikor láttam a Tévedések Vígjátékát, azt hiszem a Víg Színházban. Igen. Ugye? 2010-ben. És akkor
Én azt szeretném kérdezni, hogy az Átok című film az háromszori rendezésre van, hogy melyikben játszottam? Az Átok az egy sorozat volt, aminek három évada is volt. Három évada, igen. És abban mindegyikben játszottam, mert egy elég fontos szerepem volt benne. Igen, és a tévében láttuk inkább ezt a filmet. De igen, biztos, sajnos ilyen éjszakai időpontokban ment mindig, úgyhogy nem olyan sokan lettek. Szóval olyan nehéz film volt, a szomorú film volt. Igen? Hát, hogy úgy mondjam, nagyon jó egészséget kívánok önnek, és mondom én nekem ebben a Mindenki című filmben, az nagyon... Ja, meg még az Állítsátok meg Teréz anyut, az nem tudom, az elhangzott-e, hogy abban is volt szerepe. Jó, igen. És szerintem azt szeretném kérdezni, hogy a Marton László volt a rendezője, ugye? Vagy az igazgató, ugye a tanára. A tanárom is volt, igen. És az igazgatóm. És azért olyan jó érzéssel gondol rá? Bízom benne. Én jó érzéssel gondolok rá, nekem semmilyen negatív tapasztalatom nem volt vele. Hála Isten, hát igen, az egy kicsit, na mindegy, ez egy más dolog sajnos. Igen. Köszönöm szépen. Azért láttuk a Pál utcai fiúkat az ő rendezésébe is. Uh-huh. Viszont hallásra. Nagyon köszönöm, és viszont hallásra. Jó egészséget kívánok önöknek. Köszönöm, viszont hallásra. Most az egy mai nap mindkét filmről szó volt, de akkor legyen most a Mindenki. Azt nem tudom, hogy erről a Marton dologról akarsz valamit, vagy nem akarsz te többet. Nem. Jó. Arról, hogy milyen tanár volt, arról beszélsz szívesen? Hát igen, csak akkor nagyon bénán érezném magam, hogyha nagyon, nagyon szerettük őt, és sokat tanultunk tőle, de én nem tudok állást foglalni ebben az egész ügyben, és nagyon sajnálom, hogy ez az egész dolog bárkit bánt, vagy sért, de én nem akarok senki fölött pálcát törni. Úgyhogy ezért nem szívesen beszélek erről. Világos. De akkor Mindenki című filmről gondolom, abszolút szívesen beszélsz. Ugye ez egy kis film, amiben te egy tanárnőt játszol, méghozzá egy olyan tanárnőt, csak hogy értsék majd a bejátszást, mert ugye a film végéből adunk, aki ugye arra veszi le a gyerekkórus tagjait, hogy aki nem énekel tisztán, az ne is énekeljen, azt átogjon, és akkor majd mindenki kikerül Svédországba, és ez milyen jó lesz. És ugye ezt különböző módon ítélik meg ezt a tanárnőt, tehát van, aki azt mondja, hogy ez egy diktátor, egy goromba frát, elviselhetetlen frát, de te például mondtál róla olyat, hogy nem vagy ebbe biztos, mert így tulajdonképpen azt gondolja, hogy mindenki jól jár, mert akkor minden az is, aki nem tud énekelni, az is kijut Svédországba a kórussal. Hát igen. Igen, én nekem azt tetszett eleve a szerepben is, hogy nem egy ennyire fekete-fehér szerep, hogy ő a gonosz, és akkor csúnyán bánik a gyerekekkel, vagy nem tudom. Tehát neki szerintem ugyanúgy megvan az igazsága, az, ami őt mozgatja. Valószínűleg érzéketlen, empátia hiányos személyiség, de a maga módján ő jót akar. Uh-huh. Csak hát szerintem nem mindig így kell jót akarni. Aha. Igen, mert van, aki meg akár még országparabolát is lát a dologban. Hát nem? Sőt, tehát... nem csak az, hanem amikor ugye Amerikában is kikerült a film, ott még Trumppal is összefüggésbe hozták ezt a szerepet. Tehát, hogy olyan szinten egy ilyen nagy világ parabolának tekintették sokan. És nyilván van is egy ilyen értelmezési lehetőség ennek a filmnek, és attól is működik, és attól is ilyen sikeres, mert nagyon tág az a tartománya, hogy lehet értelmezni, és nagyon, nagyon univerzális az üzenete. Uh-huh. Na, akkor nézzük a végét. Igyekez. Zárd fel a sort, jó? Úgy, fejeket a közömbe. Thank you.
hangosan. Mi van? Hangosabban. Mindenki hangosan. Semmi gond. Ezt nem csinálhatjátok. Hangosan énekeljetek. Énekeljetek. Nem halljátok? Hangosan mindenki, énekeljen mindenki. Ezt nem hiszem el. Énekelj! Énekeljetek. Rohadékok. Ugye ezt azért csinálják, ezt nem mondtuk el az elején, mert hogy megalázónak érzik, hogy bizonyos társaiknak azt mondja a tanárnő, hogy ne énekeljenek, és akkor elhatározzák, hogy na akkor senki nem fog énekelni. Hát tulajdonképpen ez a film üzenete, hogy az összefogás, vagy a szolidaritás az legyőzi, úgymond a diktatúrát, vagy a diktatórikus megnyilvánulásokat. Milyen volt a gyerkőcökkel dolgozni? Nagyon jó volt velük, de ők már olyan lányok, ez a két kislány, legalábbis a főszereplők, akik nagyon sok filmben forgattak már korábban, reklámokban, kisfilmekben, tehát ők teljesen profik voltak, pontosan tudták, hogy mi ez a kamera, nagyon jól tudták az instrukciókat végrehajtani, megismételni dolgokat, ami a színészetnek az egyik legnehezebb, feladata, hogy meg tudja az ember ismételni azt, amit egyszer jól megcsinált. A kórus az már más kérdés volt, mert amikor az egész kórussal kellett forgatni, azért ott voltak ilyen nehézségek, mert nyilván 30 gyereket mondjuk így, hogy mondjam, fegyelmezni, azért az nagyon, nem az én dolgom volt, hiszen nem én voltam a rendező, és ott volt az igazi kórus vezetőjük is. De mit csináltak? De... rakoncátlankodtak? Hát persze. Miben látta gyerekeknek... rakoncátlankodás? Hát dumáltak néha, meg mit tudom én, hülyeskedtek. De hát ez tök normális, hát gyerekek, tehát. Uh-huh. Csak meg nagyon komoly figyelem, tehát figyelmet igényelt az ő munkájuk. Tehát szerintem egy gyereknek a figyelme sokkal rövidebb ideig tart, mint tehát egy forgatáson valamikor órákig nincs szünet. Uh-huh. Ezért nem véletlen, hogy egy iskolában 45 percenként van szünet, mert mondjuk addig tud tartani egy gyereknek a koncentrációja. Uh-huh. Úgyhogy itt pedig azért hosszabb ideig kellett nekik figyelni. Na és ez milyen volt, amikor kiderült, hogy ezt jelölik Oscarra? Hát az hihetetlen volt. De azért azt megelőzte egy hosszas ilyen fesztiváloztatása ennek a filmnek. Tehát először csak azt hallottam, hogy ilyen fesztiválra megy, olyan fesztiválra, amolyan fesztiválra, itt is kapott egy díjat, ott is, amott is. Tehát azért az Oscar az nem a semmiből jön, hanem végigjár egy ilyen fesztivál sikert, mondjuk egy film. És te jártál vele? Nem, én nem. Csak a Deák Kristóf rendező járt vele, és akkor van egy olyan feltételrendszere a kisfilmeknek, hogy mit lehet nominálni Oscar-díjra, hogy valamilyen fajta, azt hiszem, A-kategóriás fesztiválon kell a zsűritől díjat kapjon egy film, hogy az nominálható legyen. Mm-hmm. És már ilyen díja volt ennek a filmnek, és akkor először ugye az a hír jött, hogy bekerült a legjobb 12-be, vagy nem tudom már, tehát egy ilyen shortlist, ami még nem a jelöltek, hanem csak egy ilyen szűkített. Uh-huh. És akkor már úgy nagyon közel kerültünk hozzá hirtelen, és akkor még várni kellett másfél hónapot, és akkor derült ki, hogy benne van az 5-ben, és az már nagyon, nagyon sokkoló volt. És aztán kimenni Los Angelesbe, meg jelen lenni ezen az egészen, az meg teljesen valószerűtlen. Na, akkor adjunk telefont, és utána elmeséled a valószerűtlenséget, jó? Jó estéket! Jó estét kívánok, Ujás Éva vagyok, köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy látom Zsófit. És csak nagyon röviden eszembe jutott, hogy én is egy híres gyerekkorosba jártam gyerekkoromban, és hihetetlenül
megtanultuk az összetartást és az egymás mellett való kiállást, úgyhogy ez a film, gondolom ez is van, akinek egy valós története, és szerintem Zsófi nagyon-nagyon jó volt, és szerintem Zsófit nagyon szereti a kamera, és nagyon sokat mutatják, nagyon közelről az arcát, ahogy rezdülnek az arcizmai. Szeretném elmondani, hogy én nagyon-nagyon sok Pintér Béla darabban láttam, nem fogom most elsorolni, de talán utoljára, vagy a bárki bármikor, vagy pedig a titkainkat láttam, időrendben már nem tudom pontosan, de amit nem láttam, és szeretnék majd megnézni, úgy hallom, hogy újra elő fogja adni a Maléter Pálné naplóját, vagy nem tudom, élettörténetét. Igen. A Pali címmel, ha jól tudom, ez egy ilyen monológszerű, ezt nem láttam még, szerintem nagyon érdekes lehet. És szeretném megkérdezni, hogy hallottam Zsófit egyszer a Klubrádióban arról beszélni, hogy filmszínészképző iskolát, vagy valami hasonlót alapítottak a Hámori Gabival. Igen, és hogy vajon ez most hol tart, vagy milyen sikereik vannak. Ezt nem mi alapítottuk, hanem ez a Salamon Andrásnak az iskolája, amiben mi tanítottunk, de már nem tanítunk. Na. De volt két évünk, amikor csináltuk. Ebben. Hát igen, egyébként tényleg hiány van ebben, szóval ez filmszínészetet nem tanítanak. Mert azt gondolom, hogy a színművészeti még mindig a színészképzésben a színház dominál. Ugye? Vannak kurzusok, de, igen, de hogy igazából a filmszínészet még nem tanítják sehol. Igen. Hát köszönöm szépen, nagyon sok sikert kívánok Zsófinak, és legyenek meg a kívánságai. Önnek is köszönjük, viszont hallásra, jár a 2-1, és várjuk az újabb telefonokat. Skype például ma még nem is volt. No, hát akkor jöjjön ez a valószínűtlenség, hogy ott vagy egyszerre csak Los Angelesben, és tudod, hogy már Oscart fogtok átvenni. Előtte lehetett olvasni, hogy hú, hogy milyen izgalommal csináltatod a ruhádat. Hát azt nem tudtuk, hogy Oscart fogunk átvenni. Ja igen, azt még nem tudtátok sejteni. Ja igen, hülyeségeket mondok. Nem volt előre megmondva. De hát igen, az volt az érdekes abban az időszakban, hogy amíg az egy hónap, amikor már tudtuk, hogy megyünk ki Los Angelesbe, hogy ez a készülődés, hogy estélyi ruha, hogy ott hogy kell megjelenni, egyáltalán milyen eseményeken kell majd részt venni. Ezt mondta valaki, hogy ott hogy kell megjelenni? Hát van egy ilyen szigorú dress code, tehát ott nem lehetne mondjuk bemennem ebbe a nyári ruhában, vagy mit tudom én, magas sarkú, estélyi ruha. Az estélyi ruha, annak is van valami kritérium, azt hiszem, hogy mit tudom én, milyen hosszú kell legyen. Hát az opera bálon is van. Egyszer én voltam valakivel, akinek nem ért a bokájáig, és akkor bizony bérelni kellett számára valamit, mert nem engedték abba be, és akkor abban meg egész este rosszul érezte magát. Igen, de egyébként meg hát nem is az a cél, hogy az ember rossz, hogy mondjam, rosszabbul legyen öltözve, mint mások, hanem hogy méltó módon menjen oda. Szóval mondjuk én sem akartam volna egy farmerben oda menni, hanem akkor már legyen az ember egy ilyen királynő. Ha egyszer lehet az életben, akkor miért ne? Aha. Na, és akkor hogy csináltatta? Hát ez úgy zajlott, hogy nyilván egy ilyen eseménynek nagyon nagy a sajtó visszhangja, és ilyenkor divattervezők maguk jelentkeznek, hogy szívesen adnának kölcsön ruhát, és így több divattervező is... Mert hogy akkor lesz publicitás. Igen, aha. Hát ott készülnek az emberről fotók, és akkor odaírják mellé, hogy XY tervezte ezt a ruhát, és az Oscar gálán vett részt. Igen, és erre még olyan a is megtörténhet, hogy odajön hozzám valami sztár, hogy azt megkérdezze, hogy ez nem történt meg, de akár meg is történhet, hogy honnan van ez a jogis ruhám, és akkor én azt mondom, hogy ez a Sármán Nóra termeszte, mert hogy az ő estéjében voltam ott, és akkor ez lehet, hogy neki mondjuk jól jön. De minden esetre ez egy rang, szóval szerintem ez ugyanúgy nekünk is, ahogy ott lehetünk egy rang, és egy tervezőnek is egy rang, hogy jelen lehet a ruhájával. De te mérdek ruhát felpróbáltál? Elég sokat felpróbáltam. Elég sokat. És akkor miért döntöttél ennél? Nem én döntöttem, bár ha nyilván nem. Olyan nem lett volna, hogy olyat veszek fel, ami itt nekem nem tetszik. Volt egy stylistunk, aki ugye az egész csapatnak kitalálta, hogy mi hogy nézzünk ki, tehát az fontos volt, hogy egymás mellett is jól nézzünk ki, ha arról van szó.
Tehát ha át kell venni a díjat, és fölvonultuk a színpadra, igen, akkor így ez... egy csoportkép készül, akkor, akkor ne legyen egy ilyen nagyon diszonáns az a kép, hanem, hanem egy ilyen harmonikus valami legyen. És akkor így. Mm-hmm. Na, de és akkor mitől lett ez a ruha? Meg írd le, léci, mert én már nem emlékszem. Ez egy vörös színű esti volt, egy uszállyal, és ilyen csipke volt felül. Nagyon szép ruha volt, és sokan megnézték, és ott olyan elismerően bólogattak az előcsarnokban. És érdekes, hogy, hogy Amerikában valahogy úgy jobban kommunikálnak az idegenek. Tehát egy ilyen eseményen, mondjuk lehet, hogy Magyarországon maximum néhány férfi úgy mestíről, de ott férfiak, nők, tehát ha valami nekik tetszett, akkor úgy... Tehát oda megy, hogy... Igen, ez rendben van, így. Igen, és... Ezt meg kell tanulni, külön hordani? Azért az ember a színpadon már nagyon sokféle dolgot visel, tehát azért rajtam is voltak olyan ruhák, amiket viselni kell. Uszállyal nehéz közlekedni, mert ugye arra rá tudnak lépni hátulról, és ez egy nagyon kellemetlen dolog. Neked is vigyázni kellett, hogy ne lép rá. Hát igen, nekem is, ja igen, nekem is vigyázni kell, mert másnak is van uszálja, tehát én se léphetek rá a másére. Tehát általában azt az ember gyorsabban megfogja, és akkor úgy közlekedik az uszállyal, hogy ne lépjenek rá. De az uszályt csak meg kell tanulni hordani, mert hogy mondjam, egy uszályon most nem akarok disznókodni, de röhögni is lehet nyilván, nem? Hogy valakinek uszálya van. Igen. Tehát azt ahhoz tényleg nagyon méltósággal, meg elegánsan kell hordani, hogy... De nem muszáj uszályos ruhát választani. Mm-hmm. Tehát van olyan esté is, aminek nincsen uszálya, hogyha valaki... És miért választottál ilyet? Ez egy adva volt, tehát ez egy kész ruha volt, nem rám varták, hanem ez már megvolt. Jó volt rám, passzolt rám, az egész koncepcióba passzolt, és uszályos volt, és én nem ellenkeztem, hogy most én nem akarok uszályos ruhát oldani, mondtam, hogy jó, akkor legyen uszályos, majd megcsináljuk, hogy jó legyen. Na, hagyjunk telefon, de még itt maradunk Los Angelesbe. Jó estéket kívánok! Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm önöket, különösen Zsófiát. Na, örülök, hogy egy férfi, aki nem meccset néz, hanem na, minket. Igen. Na, jó estéket! A Zsófia izgalmasabb személyiség. Na, helyes, én is így gondolom. Az én párom meccset néz. És nagyon, ja, csinos. Pár... Na, nagyon csinos, és minden filmje jó áll neki. Én mondanám az Ördöklő angyal. Uh-huh. És tényleg volt egy a Szép hídjait mondanám, uh-huh. És játszott a Pizzás című filmbe is. Igen, és már kisgyerek korában a Kálvárjatéri Népszínházban sertepeltét, mert a édesanyja, a Cserje Zsuzsa az bevitte magával. Igen, ezt elmondtuk a műsor elején, úgyhogy azért kicsit csak nézett focit, vallja. Nem néztem focit még. Na jó, nagyon, nagyon szépen köszönöm a telefonját. További sok sikert kívánok, mert nagyon tehetséges és nagyon szeretjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Jár a két jegy, és várunk még telefonokat, vagy nagy Isten Skype-ot. Na, és akkor azt én is olvastam, hogy ugye egy ilyen Oscar gálán lenni nem egy egyértelmű happy. Tehát te is mondtad, hogy műszálas volt a ruha, féltél, hogy belebüdösödsz, és hogy az büdös leszel, meg kényelmetlen volt a szék, amiben... Nem, az nem volt kényelmetlen, a cipőn volt kényelmetlen. Ja, cipőn volt kényelmetlen. Mi volt az kényelmetlen? Nem, semmi baj nem volt a cipőn, mert az volt a baja mindössze, hogy nagyon magas sarka volt, egy szandál volt, és körülbelül 8 vagy 10 órát kellett benne eltöltenem. Tehát egyébként, ha az ember 1-2 órára vesz fel egy ilyet, akkor azzal semmi probléma nincs, csak nagyon hosszú időt kellett benne eltölteni egyszerűen, mm-hmm. Ennyi volt a baj. És akkor veszett volt a druk, hogy akkor ti kapjátok? Érdekes, hogy sokan voltunk ott a stábból, 8-an vagy 9-en is az eseményen, de én vagy kicsit úgy voltam vele, hogy Ha kapunk díjat, az csodálatos, de ha nem, akkor is egy életre szóló élmény. Tehát én nem mentem volna haza csalódottan. Mm. Nyilván így volt kerek a dolog, de nem hiszem, hogy zokogtam volna párnámba este, hogyha nem mi kapjuk. És így, hogy ti kaptátok? Hát így... Így se zakottam. Így mi volt a párnával? Így nem feküdtünk le aludni, hanem buliztunk. Na, de azt is olvastam, hogy akik díjat nyert, tehát van, hogy a polgármester ad egy fogadást, igen. Amire csak azok mehetnek be, akik díjat kaptak.
és hogy veled történt egy malőr, hogy benne volt a táskádba a meghívó, és beakadtál, és nem tudtátok kinyitni a tatyót, és akkor azt mondtad, hogy na jó, hát akkor ez ennyi volt, és mentél elfelé, és akkor ott valaki jött szembe, és mondtad, magát láttam a színpadon, akkor maga miért nincs a... Na és innentől mesél tovább? Hát igen, de én azért mondtam le erről a dologról, mert egyrészt fél órán keresztül próbáltuk kinyitni a táskát, és nem sikerült, és azért ami fél óra után... Ami állítólag valami jó drága cucc. Igen, és nem akartam tönkretenni, mert az is kölcsön volt egy méreg drága táska, és hát mondtam, hogy inkább akkor nyissa ki az, aki ez a táska, mint hogy én most így szétfeszítem. Közben állítólag a, nagyon a belépő a ára sokkal többet ért, mint a táska. Hát igen, de eladni nem tudtam, hogy elkezdtem volna a tűzérkezni, vagy nem tudom. Meg akkor már tényleg nagyon fájt a lábam a szandálomban, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez a sors keze. És akkor aztán, aki szembe jött, az a házaspár, és mondta, hogy mi miért nem vagyok ott, és mondtam, hogy nem tudom kinyitni a táskát, ők kinyitják, ők biztos, hogy kinyitják, és tényleg kinyitották. És mondtam, hogy jó, akkor menjenek be vele. Én már úgy letettem róla, és már nem volt kedvem visszavenni a szandálomat, akkor már mezítláb voltam. Levettem a szandálomat, és úgy kifele menet találkoztam ezzel a párral. De akkor stáb többik tagja bement? És valaki bement, de nem mindenki tudott bemenni. Tehát, hogy ez tényleg annyira VIP rendezvény volt, hogy ott nem mindenki ment be. Uh-huh. De már nem tudom, hogy azért nem ment be mindenki, mert nem akart, vagy mert nem volt mindenkinek jegye, nem emlékszem már erre. De többen jöttünk akkor el onnan, a helyszínről. Azt tudom, hogy hát megkaptad az Oscart, és utána elég, ugye többször nyilatkoztál, elég karakánul egyébként, hogy mondtad, hogy hát aztán nem remélted, hogy na akkor ettől most jön Amerikában a hú de nagy karrier, de azt remélted, hogy na itthon akkor majd Dostik hívnak filmezni, és hogy nem így lett. Nem, de hát úgy látszik, hogy semminek nincs, hogy mondjam, ilyen egyértelmű következménye. Tehát most már például, hogy egy főszerepet eljátszottam egy filmben, ami Cannes-i díjat kapott, és most sem csörög ilyen nappal a telefonom, most már nem csodálkozom, szóval oké, hát akkor ez így van. De tudom, hogy kevés film is készül itthon, ahhoz pont az kell, hogy legyen olyan szerep benne, ami pont nekem való, akkor el is hívjon a castingre, szóval hogy azért ez nem ennyire egyértelmű. De akkor mondjuk pont még terve is estem, tehát még ha nagyon sokan megkerestek volna, akkor is valószínűleg sok nemet kellett volna mondanom. Az utolsó héten már terhesen forgattál, ha jól, de akkor még nem tudtad, hogy az vagy. Amikor az Oscart megkaptuk, utána én még forgattam egy filmet, ezt a bizonyos Egy nap című filmet, ami Cannes-ban nyert egy díjat, de ez nem az Oscar következménye volt, mert erre már jóval előbb kiválasztottak, ez egyszerűen időrendben így történt, tehát akkor volt a forgatás. És az utolsó hetekben már terhes voltam, de nem tudtam. Úgyhogy. És az a szépség, hogy egy három gyerekes családanyát játszom a filmben, és akkor még nem is volt, egyetlen egy gyerekem se volt, úgyhogy ez egy kicsit egy ilyen tanulópénz volt nekem. És hogy hát ugye az is szép benne, hogy ebbe egy szimpatikus három gyerekes, mert ugye kaptál sok ilyen rideg nő szerepet, és aztán ebben most nem olyan vagy, akkor szerintem bele tudunk nézni ennek a filmnek a részletébe, tehát az Egy nap című mozi. Na, akkor lessük. Nem feküdtünk le egymással, nem történt semmi. Csak találkoztunk néhány szóval, váltottunk pár hülye SMS-t. Bocsáss meg. Mi lehetsz akkor a f***? Nem érzem, hogy tettük meg ezt veled. És te még szereted? Szerintem menjél aludni. Bocsánat! Hoppá! Márkó! Jött egy levél a banktól, azt olvastad? Simon, ugye pakolsz és nem játszol.
No, hát akkor, és ugye ez a film, amit majd hamarosan. Novemberben jön Magyarországon, és ezzel kaptál ugye Kassán is díjat. Kassai Filmfesztiválon is vetítették nem olyan rég a filmet, és azon én kaptam a legjobb női alakítás díját azon a fesztiválon. Nem tudtam sajnos részt venni, úgyhogy elhozták nekem egy szép nagy szobort. és most pedig augusztusban a Szarajevói Filmfesztivál nyitó filmje lesz az a film. Uh-huh. Úgyhogy remélem, hogy ennek is még lesz egy ilyen szép kis... És ezt miért spárzolják novemberig? Már itt körben nyeri a félvilágot, és akkor... Hát szerintem ennek az az oka, hogy nyáron nem nagyon hoznak ki filmeket, mert akkor az emberek inkább a szabadba mennek, vagy nyaralnak. És amikor már jön a rossz idő, akkor többen mennek moziba, úgyhogy ennyi az oka. Az egyik telefonáló mondta, hogy ugye nagyon jól áll a kamera, tehát hogy az arcod, vagy nem tudom, hogy mondta, de hát, hogy kamera érzékeny, vagy ezt talán így szokták mondani. Ez mitől függ? Ugye kisebb rezdülések kellenek filmre gyakran, mint a színházban. Tehát hogy egyfajta finomabb arcjáték, ugye? Hát igen, de ez mivel, hogy visszatérve a betelefonáló hölgyre, nem annyira van erre képzés, úgyhogy ezt tulajdonképpen gyakorlatban lehet megtanulni. Tehát van, akinek ez ösztönösen megy, nem véletlen, hogy sok filmrendező amatőr szereplőkkel szeret dolgozni, akik még úgymond érintetlenek a színházi színészettől. Tehát a színházi színészetben mindig nagyobb gesztusok vannak, erősebb mimika, és abból nehéz már leszedni sokszor. De hát ezt sokat kell forgatni, és akkor az ember megtanulja, hogy mennyi az annyi, hogy mennyi hát gondolom, kell. A terápia az végképp jó volt erre, hiszen hát ez egy rendszeres. Azt hiszem, hogy a terápiát nem kaptam volna meg, ha én ezt már nem tudom. Uh-huh. Ott azért egy nagyon komoly casting volt. Én pont előtte forgattam ezt az Átok című sorozatot, amit megemlített egy hölgy, és ott azért az a 3 évad, hogy nagyon sokat forgattam, azt hiszem, hogy az adta meg ezt a fajta rutint. Uh-huh. Úgyhogy az már ilyen szempontból is nagyon hasznos volt. És egy jó sorozat volt, kár, hogy kevesen látták. Szerintem jó volt. Igen. De a terápiát meg sokan, nem? Hát szerintem azt se látták annyira sokan, mert azért ugye egy fizetős csatornáról beszélünk, tehát nem annyian látják, mint egy nem fizetős csatornának a sorozatát. Nem beszéltünk még a testvéredről, aki szintén színész. Azt tudom, hogy ugye miatta változtatnád nevet is, tehát, vagy miatta is, mert te is Szantner voltál. Igen. És amikor őt is felvették a főiskolára, akkor úgy döntöttél, hogy na, akkor már ne keverjék. Tehát, hogy te azóta vagy Szamosi. Igen. Akkor mentem ki gyakorlatra a Víg Színházhoz, és akkor kellett először kiírni, hogy hívnak. Aha. Tehát akkor valahogy ez mindegyszerre volt. És az első 2 évben a színművészeti főiskolán már ugye a tanáraim percegették, hogy hát ez a Szantner, ez nagyon bonyolult, meg úgy igen, nehéz mindig, leírni. Én is tudom, először a mamádat kérdeztem, igen, amikor a tesót neve, és ez a D betű ott benne, az olyan Szantner. Valóban, hát gyerekkoromban, meg fiatalkoromban mindig elírták, állandóan betűzni kellett, tehát hogy nem volt indokolatlan ez az igény. És akkor azt gondoltam, hogy most már ne keverjenek össze, hogy már az is, az már sok. Uh-huh. És akkor... De még egy telefon nem sok. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Nagy Károlyné vagyok. Tiszteltel köszöntöm Önöket. Az elejét nem néztem, de én nem meccset néztem, hanem itt volt a dédunokám. Na jó, dédunoka, nem mondom. De komolyan, 3 van. 3 dédunoka? Nekem igen. Na hát gratulál. Köszönöm szépen. Akkor... A Katona József Színházban a Maléter pár életéről van egy darab, és ő a Maléternének az alakítója. Igen, erről mondjuk pont az előbb beszéltünk. Pont volt szó, jó. Pont. Uh-huh. Azt nem mondtuk, hogy ő a Maléter, talán azt nem mondtuk, de akkor igen. Nem. Jó, és akkor azt szeretném kérdezni, hogy édesanyjának volt másik unokája, és vagy csak az ön gyermeke? Van másik unokája is, igen. Akkor élvezhette a nagymamaságot, mert az semmi se hasonlítható. Igen. Jó, akkor további jó egészséget. Hát jó egészséget önnek is, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Sok. Ugye az úgy volt, hogy a pályátok elején tulajdonképpen talán az Annának ment jobban a szekér, nem? Tehát, hogy ő a Katona József Színházba került,
és hogy, hogy akkor szerintem őt jegyezte jobban a szakma, és te tényleg kallódtál a végbe. És azt hiszem, hogy ez mostanra nagyjából kiegyenlítődött, nem? Igen, igen, én is így gondolom. Tehát valószínűleg ez a alkati különbség is. Én azt gondolom, hogy ez a pálya részben, nagyon nagy részben szerencsén is múlik, hogy mikor, kivel találkozom, ki az, aki belém látja ezt vagy azt a szerepet, milyen találkozások vannak az ember pályáján. Az Anna ugye a Máté Gábor osztályába járt, és nagy kedvenc volt abban az osztályban, tehát egy picit olyan egyenes útja volt a katonába, ahol sokkal inkább belefért abba a fiatal lány alkatba, akire fiatal lány szerepeket lehet adni, vagy osztani. Igen, és ő abszolút így berobbant a szakmába. De ő pedig érdekes, mert pont ezt a nagy elvárást, amit ráhelyeztek így rögtön az elején, azt nem bírta, és pár év után tulajdonképpen elhagyta a szakmát egy-két évre. Kijelentette, hogy ő megy tolmácsnak, aztán csak visszaslisszolt. Vissza, de hogy ő meg attól ijedt meg, ettől a hatalmas nagy elvárás tömegtől, hogy neki most mindig jónak kell lenni, és jönnek a nagy szerepek, és szóval az volt túl sok. Tehát érdekes, hogy valamikor valami nem elég, valamikor meg túl sok. Uh-huh. Van még egy bejátszásunk tőled, a Mart fűi. Uh-huh. Rém, hát az is egy filmszerep végül is. Sokat beszéltünk arról, hogy nem jön a telefon, de hát azért tulajdonképpen azért... Hát most csak az Oscarral kapcsolatban, igen, vagy az után, igen, nem jöttek azok a telefonok, de hát most az utóbbi években azért vannak filmes munkák főleg, amik nagyon érdekesek, de például ez a Maléter monodráma is olyan, amit nagyon szeretek csinálni, és ami egy különleges munka volt. Szóval akkor el vagy te most így szabadúszóként? Hát el vagyok, tök jól el vagyok, csak fogalmam nincs, mi lesz. Tehát ez olyan, hogy egyáltalán nem tudok tervezni semmilyen szinten. Tehát se az időmmel, se anyagilag, tehát azért a szabadúszásnak ez a hátulütője. Miközben eldönthetem, hogy valamit, amire felkérnek, elvállalok-e vagy sem. Amik, hát közben meg ott van a kislányod, tehát ha éppen... Hát jó, most én anyuka üzemmódban vagyok, tehát most nem is panaszkodom, hogy miért nem dolgozom többet, mert hát itességgel... Hát te alig múlt fél éves, nem? Igen, 7 hónapos. Na, most, ugye, hogy még nem nagyon akarok dolgozni, de... Láttam, hogy te Pécsi Szijjázit találkozom, ott volt. Már reméljük alszik. Igen, úgyhogy most nem vágyom arra, hogy... nagyon sokat dolgozzak, így egyszer-egyszer jó kiszabadulni és csinálni valamit, majd ha minden jól megy, akkor most is fogok forgatni a nyáron egy picit. Nem annyira nagy léptékű dolgot, mint mondjuk ez az egy nap, de nem is kell, tehát, és talán ősszel is. Aztán színház az majd csak később lesz szerintem. Na, köszönöm szépen, hogy jöttem. Hát én is köszönöm, hogy itt láttam. Még majd látunk a Mart fűi Rémből egy részletet, ne izguljanak, hogy elmarad, de elmondom, hogy ki lesz a következő vendég. Ha jól számolom, ugye ma van 10-e, tehát akkor július 17-én, kedden 19:45, szintén egy kiváló színésznő lesz a vendég, Nyakó Júli, aki ugye már gyerekszínészként kezdett, szerintem a vasárnapi szülőkre rengetegen emlékeznek, és aztán ő színésznő lett többfelé Győrben, itt-ott, és jelenleg is hát nagyszerűeket játszik leginkább. Na, ő is egyébként elment az Alternatíva, a Stúdió K-ban. Én nem olyan régen láttam a Pergünbe, és hát Óze anyóként valami egészen fergeteges. De például fiatal korában Évaként láttam az Ember tragédiába Győrbe, abban is nagyon izgalmas volt. Tehát egy nagyon izgalmas színésznő, és egy nagyon őszinte színésznő, nem csak a színpadon, hanem az életben is, tehát úgy tud belőle áradni a szó, és mond magáról akár egészen meglepő dolgokat. Tehát akkor Nyakó Júlival várom önöket, egy hét múlva, július 17-én, kedden 19:45-től a Bóta Caféban, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és na, hogy most is lesznek ajándékszínházjegyeink, és akkor még egy kis részlet a Mart fűi Rémből, a viszontlátásra. Ne csinálj hülyeséget, ne kockáztass! Thank you.
Talán beadom még egyszer. Engedj el!